A könyv bemutatására az Astriceumban került sor, ahol a felelős kiadó képviselője is jelen volt, valamint a könyv szerkesztője, Koló Elek, aki elmondta, hogy rengeteg anyag állt a rendelkezésére a könyv összeállítása során. Nekem meg sokszor már az az érzésem, erre a Kalocsa TV operatőre a tanú, hogy 18. éve tartom, hogy már nem tudom, hogy mit mondjak. Hiszen minden héten 45 percig szoktam szóval tartani a népet. De ez így igaz, és ez már 18 éve van, szeptember legelejétől június elejéig. Hát ha valaki mondjuk legalább 10 egymás utáni 45 perces előadást elvállal, akkor tudja azt, hogy azért ez nagyon nehéz műfaj. Dr. Bábel Balázs ennek és a könyv elkészülésének kapcsán elmondta, hogy olyan gondolatokat próbált megörökíteni az utókor számára, amelyeket ő maga is meghallgatna. Mert ha nem vagyok rá kíváncsi a saját mondandómra, gondolom más se az. A régit és újat egyaránt elv érvényesíthető a könyv kapcsán, mondta a mű szerkesztője, amelyhez Dr. Bábel Balázs a következőket tette hozzá. Próbáljam meg a mai embernek az ige hirdetés által egyrészt fölkelteni a figyelmét, hogy miért fontos ez, másrészt tisztázni sok mindent, mert egészen tévképzetek vannak olykor az emberekbe, főként történelmi dolgok ismerete hiány, másrészt valamiképpen, hogy tanuljunk belőle. Tehát ne pusztán egy ilyen lárpúr-lár feladat legyen, ahogy most kiadtunk egy könyvet, hanem valami olyasmi, ami az embereknek azt sugallja, hogy ezt érdemes volt elolvasni, vagy érdemes volt meghallgatni. A közel 100 oldalas mű összesen 17 részből áll, köztük például olyan témákat dolgoz fel, melyek katolicitásról, katolicizmusról és reformációról, vagy éppen a keresztény öntudatról és bátorságról szólnak.